Az emberiség haladásával, fejlődésével kapcsolatban különféle gazdasági mutatókat szoktak figyelembe venni. Leggyakrabban a GDP-t emlegetik. A GDP-re tekinthetünk úgy is, mint egy tortára. Mekkora tortát sütöttünk pár évtizede, és mekkorát most? Ki eszi meg a tortát, amit mi sütünk? Magyarország hogyan teljesített az eltelt évtizedekben? Jobban teljesítünk? Hazánk GDP-je a rendszerváltás után folyamatosan nőtt. A növekedés nagyon jelentős, 17-szeres. Ha megnézzük a rendszerváltást megelőző 30 évet is, látjuk, akkor is folyamatosan nőtt a GDP. A rendszerváltás idején azonban volt egy nagyon jelentős visszaesés. Nagyon sok üzem, gyár, bánya bezárt. Elbúcsúztunk nagyon sok hazai márkanévtől. Megszűnt a mezőgazdasági TSZ-ek jelentős része, az állami gazdaságok szintén. A korábban állami tulajdonban levő vállalatok magánkézbe kerültek, a szövetkezetek hasonlóan. Ez volt a privatizáció kezdete. Milyen hatással volt ránk ez a haladás? A GDP több évtizedes növekedése. Ha van haladás, fejlődés, akkor annak a mindennapi életünkben is jelentkeznie kell. Az MNB adatbázisa tartalmazza a háztartások pénzügyi vagyonának a nagyságát. Ez a vagyon a rendszerváltás óta folyamatosan nő. A növekedés 35-szörös. Jelenleg 29 ezer milliárd forint a háztartások vagyona. Ha 1 millió ember mindegyikének van 1 millió forintja, akkor összesen 10 ezer milliárd forintjuk van. Az összes 29 ezer milliárd forint azt jelenti, hogy hazánkban mindenkinek van átlagosan 2 millió 900 ezer forintja, a csecsemőknek, a hajléktalannak is. A számolt átlag megtéveszt, vigyázni kell vele. Ha kettőnknek van összesen 10 ezer forintunk, és nekem nincs egy vasam sem, akkor minden pénz a tiéd. Persze átlagot számolva van mindkettőnknek 5-5 ezer forintja. Nem lehet az átlagszámot feltétel nélkül elfogadni. Az MNB a pénzügyi vagyon összetevőit is mutatja. Készpénz és bankbetétek, részvények, vállalati kötvények. A biztosítás technikai adatokhoz tartoznak az életbiztosítások megtakarításai, a magánnyugdíjpénztári és önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások. Ezeken kívül vannak még másfajta pénzügyi vagyonok is. Minden rendben van, ugye? A GDP növekedése mutatja, hogy hazánk gazdasága milyen dinamikusan fejlődött. És ez megjelenik a lakosság pénzügyi gyarapodásán is. Elégedettek lehetünk? Korán sem. A lakosság gyarapodása egyáltalán nem általános. Valójában egészen megdöbbentő hazánkban a szegénység nagysága. Több százezer család él napról napra. Halmozódnak a rezsitartozások. Jelenleg közel 500 ezer végrehajtási eljárás van folyamatban. Gyermekek éheznek, télen emberek fagynak meg, 70-80-90 éves embereket lakoltatnak ki bérlakásokból. Rokkantakat, valamint fogyatékos gyerekekkel élő családokat, daganatos embereket tesznek ki az utcára. A szegénységet többféleképpen szokták mérni. A most következők uniós nemzetközi mérési módszerek. Az egyik mód, amikor az ország átlagkeresetéhez képest nézik meg, hogy milyen arányban vannak azok, akik az átlagjövedelem 60%-ánál kevesebbet keresnek. Ez a szegénységi küszöb. 1 millió 400 ezer állampolgárunk él jövedelme alapján szegénységben. Olyan összegeket mondok most, amelyből meg tudjátok állapítani, hogy elegendő-e a megélhetéshez. A szegénységi küszöb egy fős háztartásban 66 ezer forint. Két szülős, két gyermekes háztartásban 140 ezer forint. Meg lehet élni ennyi pénzből? A másik szegénységi mérési mód azt nézi, hogy a család mennyire nélkülöz, miről kell lemondaniuk, ez tehát az életmódot vizsgálja. Megfelelő jövedelem hiányában lemondás a rendszeres húsevésről, a fűtésről. Nincs tartalékolva pénz a rendkívüli kiadásokra. Jelentős csúszások vannak a rezsi fizetésével. A 21. század elején lemondásnak számít, ha évente nincs legalább egy hetes nyaralás, ha nincs hűtőgép, tévé, ha nem lehet egy személygépkocsit fenntartani. Hazánk lakosságának több mint negyede nélkülöz.
Az Unióban több mint 43 millió fő tartozik a súlyosan nélkülözők közé. Az évtizedekig tartó töretlen gazdasági fejlődésből nem egyformán részesülünk ám. Változtatni kell. Ha nem változtatunk, akkor a vagyonnal rendelkezők tovább növelik a vagyonukat, és a szegények meg még tovább szegényednek, és még jobban ki lesznek szolgáltatva. A KSH minden évben kiszámolja a létminimumot is. Ez az az összeg, amely a család életben maradásához mindenképpen szükséges. A létminimum gyermektelen egyfős háztartásokban 86 ezer forint, gyermektelen kétfős háztartásban 150 ezer forint, két gyerekes, kétkeresős háztartásban 250 ezer forint. Ennyi jövedelem biztosítja létminimumot. Ez természetesen a nettó fizetést jelenti. Számolható a bruttó fizetés is. A fenti létminimum összegnek megfelelő bruttó kereset az egyedül élők számára 131 ezer forintot jelent. Ha ketten élnek együtt egy háztartásban, gyerekek nélkül, akkor bruttó 115 ezer forint körüli fizetés kell keresőként, ha nagyjából egyformán keresnek a szülők. Ez kisebb összeg, mint előbb volt, mert a lakásrezsijét most már ketten fizetik. Ha a házaspár két gyereket nevel, akkor 175 ezer forint bruttó fizetés szükséges keresőként, ahhoz, hogy a létminimum biztosítva legyen. Az adóhatóság adatai szerint az átlagfizetés jelenleg 169.500 forint. Minden rendben, ez már majdnem 175 ezer forint. Akkor nincs is nagy baj. A létminimum biztosított négyfős családban is, de ez ismét egy átlag. Az átlag már megint megtéveszt bennünket. Az adóhatóság legfrissebb adatai alapján 900 ezer dolgozó kevesebbet keres, mint bruttó 125 ezer forint. Ők akkor is nehezen élnek meg, ha nincs gyerekük. 1 millió 400 ezer dolgozó kevesebbet keres, mint bruttó 167 ezer forint. Ha van két gyerekük, az ilyen keresettel rendelkező szülőknek, akkor a megélhetésük nincs biztosítva. Meg lehet élni ilyen keresetekből? Persze, hogy nem. Hol a trükk? Hol a csalás? Az a megtévesztő, hogy ezek a hivatalosan bejelentett fizetések jövedelmek adatai. Csak a minimálbéres bejelentések jövedelmét látjuk. Nem tartalmazzák a fekete munkát, a jattot, a csúszópénzt és a korrupciót. Most jöjjön egy egyszerű példa. Nézzük a legkisebb közösséget, melyben élünk. Ez a család. Van jövedelme a férjnek, a feleségnek. Van még a gyermek után az államtól családi pótlék is. Vannak a kiadások. Élelmiszer, ruha, a háztartás kiadásai, a rezsi, villany, gáz, telefon, internet, stb. A közlekedés és egy saját kocsi fenntartása is pénzbe kerül. Ha megfelelő a család bevétele, akkor az magasabb, mint a kiadás. Ami havonta, illetve évente megmarad, azt nevezzük eredménynek. Ez pedig együtt az eredménykimutatás. Eredményesek vagyunk, ha félre tudunk tenni. Ami a havi jövedelemből megmarad, növeli megtakarításunkat. Ebből lesz a háztartás pénzügyi vagyona, ahogy nemrég megismertük. Ha jól osztjuk be a fizetésünket, eredményesek vagyunk, akkor egyre több megtakarításunk lesz. A lakosság több mint felének nincs számottevő megtakarítása. Egy munkanélküliség, hosszabban tartó betegség akár, ezt az összeget 2-3 hónap alatt teljesen felemészti. A lakosság több mint fele teljesen kiszolgáltatott anyagi helyzetben él. Nézzük tovább. A félretett pénz mellett van egy kocsid is és egy házad. Ha nincs semmilyen tartozásod, akkor ennyi a saját tőkéd, ez a te mérleged. Általában a bevételeket és a kiadásokat évente szokták összevetni. Az új évben pedig nulláról indul. Az év végéig hónapról hónapra nő a fizetésekkel a bevétel, és nő a kiadás is. A mérleg más jellegű, folyamatosan mutatja, hogy miként gyarapodtál az elmúlt években. Mit sikerült összegyűjteni, a megtakarításokból építeni, megvásárolni. Ha nagyobb pénzügyi vagyonnal rendelkezel, akkor annak hozama
kamata növeli a bevételed. Részvény, vállalati tulajdonrész, kötvények, befektetési alapok, életbiztosítás, nyugdíjbiztosítás, befektetési alap, devizaszámla, értékpapír. Úgy, ahogy korábban láttuk, összesen 29 ezer milliárd forintot tesz ki ez az összeg hazánkban. Ha kölcsönöd van, akkor a kiadásod nő. Havonta megjelenik a törlesztő részlet, a kölcsönöd után a banknak kamatot fizetsz, ha van tartozásod, akkor kisebb a saját tőkéd. Már tudod? Miként nézd meg, hogy mit változott az 5-10-20 év alatt? Gyarapodtál az elmúlt 15 évben? Kocsi? Lakás? Kijön a fizetésből minden évben? 1-2 hét nyaralás? A saját háztartásod helyzete hogyan változott? Elég volt pár éve bevételed a kiadásra? És most? Kell lenélkülöznöd. Mit volt régen? Mit van most? Légy tisztában anyagi helyzeteddel, mert bemesélik neked, hogy jobban élsz, mint 4 éve. Vagy éppen azt, hogy rosszabbul. Megnéztük a legkisebb közösség a család helyzetét. Most nézzük a legnagyobb közösségünk, az államközösség helyzetét. Az államunkra is jellemző, hogy vannak bevételei és kiadásai. Ugyanúgy, mint saját családunk esetében. Ez a költségvetés. Minden évben a parlament fogadja el. A költségvetés több mint 1000 oldal. Úgy van megírva, úgy van felépítve, hogy mi ne nagyon értsük meg. Át kell alakítani, hogy mindenki számára érthető és egyszerű legyen. Ismernünk kell saját anyagi helyzetünket, és ismernünk kell hazánk helyzetét is. Költségvetés megfelel a korábban megismert eredménykimutatásnak. A költségvetésben sok régi ismerős kifejezéssel találkozunk. Megtaláljuk az újonnan bevezetett adókat és illetékeket is. Vannak önálló tételcsoportok, például egészségbiztosítás, és vannak, melyeket összevontan kezelünk, ezt központi költségvetésnek nevezzük. Az összes költségvetési bevétel 18.209 milliárd forint. Az egészségbiztosítási bevételt csak egészségügyre lehet fordítani, a nyugdíjbiztosítási bevételt csak nyugdíjakra lehet fordítani. Az összes kiadás 18.090 milliárd forint. Több a bevétel, mint a kiadás. Az eredmény szép összeg 119 milliárd forint. Van azonban egy kis probléma. Van államadóságunk. A kiadás összesítés nem tartalmazza a meglévő adósság törlesztését, tehát az államadóság kamatterheit. Ha az eredmény eléggé nagy, akkor fedezi a kamatkiadásokat, az államadóság törlesztését. Sajnos azonban a tényleges kamatkiadásunk ennél jóval magasabb. 1073 milliárd forint. Nekünk csak 119 milliárd forintunk maradt. Így 954 milliárd forint kölcsönt kell felvenni jövőre, hogy fizetni tudjuk a kamatokat is. Nézzük az elmúlt éveket. Húzzunk egy vonalat. Az államunk költségvetéséből csak a központi költségvetés bevételeit és kiadásait nézzük. Ábrázoljuk az eredményt. A vonal fölé írjuk, hogy mennyi volt a megtakarítás, és a vonal alá, ha túlköltekeztünk. 10 év adatai mutatják, hogy több olyan év is volt, amikor többet költöttünk, mint amennyi bevételünk volt. A bevétel nem fedezte még a kiadásokat sem. Az eredményből kell fizetni az államadóság kamatait is. Ezek lila vonallal vannak ábrázolva. Amikor túlköltekeztünk, akkor a kamat hozzáadódik a túlköltekezés összegéhez. Egyik évben sem sikerült annyit spórolni az államnak, hogy ki tudja fizetni a kamatokat. Minden évben hatalmas a hiány. 10 év alatt a hiány 10.730 milliárd forint. Olyan ez, mintha a családod minden évben jóval többet költene, mint amennyi a bevétele volt. Nem csak pár évig ám, évtizedeken keresztül. Ki fogja ezt az írdatlan összeget visszafizetni? Családunk esetében láttuk a mérlegünket is. Amivel rendelkezünk, annak neve eszköz. És mi ezeknek az eszközöknek a forrása? Az államunk esetében eddig az eredmény kimutatást néztük meg. Tudjuk, hogy van államadósságunk, hiszen fizetjük a kamatait évről évre. De mennyi most az államadósságunk?
Az államadósság 1989 óta, vagyis a rendszerváltás óta folyamatosan nő. A Magyar Nemzeti Bank adatai alapján 1989-ben 1400 milliárd forint volt, most 25.900 milliárd forint az államadósság. A növekedés 19-szeres. Az államadósság fejenként közel 2 millió 600 ezer forint. Nézzük most hazánk mérlegének többi összetevőjét. Milyen eszközeink vannak? Mennyi a saját tőkéje hazánknak? Nincs. Nincs ilyen felmérés, nincs vagyonleltár. Nem tudjuk, hogy milyen befektetései, eszközei, vagyona van az államunknak. Nem ismerjük, hogy valójában mink is van. Mivel nincsen teljes mérlegünk, nem tudjuk, hogy a kölcsönfelvételek a megélhetést biztosítják, vagy befektetéseket vásároltunk belőlük, vagy feléltük, és kifizettük az egyetemekre, a kórházakra, utakra, a stadionokra költöttük. Nem mindegy, hogy azért vesszük fel a kölcsönt, hogy vajaskenyéren legyen szalámi, meg sajt is, vagy azért, hogy ingatlant vegyünk, amelyet majd bérbe tudunk adni. Államközösségünk milyen részvényekben, milyen tulajdon százalékkal bír? Ezek mennyi bevételt hoznak? Illetve milyen kiadásokkal járnak? Milyen állami vállalatoknak van, és mennyi hozama? Ezeket nem ismerjük. Csak egy tétel ismert a mérlegből. Az adósságunk nagysága. A családunk és az államunk adataival egyezően néz ki a kisebb, nagyobb közösségek mérlege és eredmény kimutatása. Bevételek, kiadások, eladósodott falvak, városok. Ismeretlen vagyon. A munkát senki sem fogja elvégezni, minden településen, minden járásban fel kell mérni, mi van a közösségi tulajdonban. Földek, üzemek, iskolák, stb. A helyben élőknek tisztában kell lenni ezzel. Civilként figyelnünk és ellenőriznünk kell. Civilek kellenek minden területen. Ellenőrizni kell a politikusokat és a parlamentet is. Ezt szolgálhatja a kétkamarás parlament, a felsőház. Figyeli és megakadályozhatja egy-egy hatalomra jutott párt teljes önkényét. A társadalmi viszonyok erőszakos átalakítását például. Az állam bevételeinél látunk olyan tételeket, melyek hozzánk kapcsolódnak. Pontosabban a munkavégzésünkhöz. Ha megnézzük a fizetési papírunkat, látjuk, hogy amennyit mi kapunk, nagyjából annyi megy a költségvetésbe is. A TB, az SZIA és a többiek, ahogy megismertük. A munkahelyünk bérköltségének fele a miénk, fele a közösségé. Államunk költségvetésébe kerül. Amikor elköltjük a fizetésünket, akkor is adózunk. Legismertebb, hogy áfát fizetünk. Ez leggyakrabban 27%. Ezek már olyan nagy tételek, amelyeket megéri kijátszani. Fekete munka, minimálbéres bejelentés, hálapénz, számla nélküli fodrász, építőipari fekete munka, kényszervállalkozások hosszú sora. Dolgozhatsz, de csak számlára. Aztán majd a könyvelővel okosba lekönyvelitek, érted? A bedöntött vállalkozások sora. Az elmúlt 10 évben 600 ezerrel nőtt a vállalkozások száma. Ismertek a következmények. Építőipari sorbatartozás, vállalkozói láncok és öngyilkos ki nem fizetett vállalkozó családapák. Nem kell sorolni, jól ismerjük. Ezekkel élünk már 10-20 éve. És tűrjük! Egy torz, elavult világban élünk, amelyet nem megváltoztatunk, hanem kijátsszuk. Miért? Minden munkahely takarékoskodik a költségeivel. A legnagyobb költség te vagy. Akiket nem küldenek el, akik maradhattak, azokat nagyon gyakran a végtelenségig kihasználják. Az ember meg tűr, mert nem akar az utcára kerülni, nem akar munkanélküli lenni. A munkabér terhelő adókat, járulékokat nagyon jelentősen csökkenteni kell, hogy változást érjünk el ezen a téren.
A bérköltséggel való takarékoskodás eddig eredménye a gépesítés. A munkahelyek száma technikai fejlődésnek hála jelentősen csökkent. 1990 óta 1 millió fővel csökkent a termelő ágazatokban dolgozók száma. Mezőgazdaság, ipar, bánya, építőipar. A munkanélküliség miatt a bérek csökkentek a versenyszférában. A vállalatok közti verseny és a megkívánt haszon szintén a bércsökkentést eredményezi. A csökkenő költségvetés bevételek miatt az állami intézményekben is a béreken spórolnak. A bérek nem tartalmazzák a lakatás költségeit, alig épülnek új otthonok. A régieket nem korszerűsítik, nem újítják fel. A bérek nem tartalmazzák a gyermekek tanítatásának költségeit. A bérek nem tartalmazzák a gyógyítás, a kórházi műtétek költségeit. Másfajta elosztás szükséges, hogy a gazdasági, technikai fejlődésből mindenki részesüljön. Az elején a GDP-vel kezdtük. Nap mint nap halljuk, be kell indítani a gazdaságot, fel kell pörgetni a GDP-t. Bármi is legyen az, a GDP növekedésének előnyt kell biztosítani. Ha a GDP nem nő, akkor valamit ki kell találni. Ha a lakosság nem vásárol eleget, mert kicsi a fizetése, akkor vásároljon hitelbe. Ezért lett cél 2000-ben a lakosság eladósítása. 2000-ben a lakosságnak alig volt adóssága, mivel a korábban felvett kölcsönöket szinte mind visszafizette, új kölcsönöket pedig nem vett fel, mivel nagyon magas volt a banki kamat. A kormány a kamattámogatott hitelek bevezetése mellett döntött, a lakosság elkezdett eladósodni és fogyasztani, amivel a döntéshozók elérték a célt, a GDP emelkedett. A kamattámogatás pár év múlva már évente 100-130 milliárd forinttal terhelte a költségvetést, ezért elkezdték szigorítani a kamattámogatott hitelek elérhetőségét. Így került előtérbe a devizahitel, mely addig csak a gépjármű hiteleknél volt jellemző. Kiváló megoldás, ehhez nem kell állami támogatás, anélkül is alacsony a törlesztő lislet, ismét nőhet tovább a GDP, pöröghet a gazdaság. 2012-ig, bő 10 év alatt a kamattámogatott hitelekre a költségvetés összesen több mint 1000 milliárd forintot fizetett ki. 2004-ben bevezették a bankadót, mert a bankok nemzetközi összehasonlításban is nagyon magas kamatfelárat használtak. 2005-ben a GVH vizsgálta a lakossági hitelezést, majd 2006-ban a kormány a kamattámogatott kölcsönök tapasztalatainak értékelésére kormánybizottságot hozott létre. A lakossági pénzügyi szolgáltatásokat vizsgáló szakértői bizottság megállapítja, idézem, az egyoldalú szerződésmódosítás lehetősége jelentős piaci hatalmat teremt a pénzügyi szolgáltatók oldalán, tehát a hatalmi ágak már 2005-ben észlelték, hogy a bankok visszaélhetnek hatalmukkal. A bankszektor és a kormány ekkor abban állapodott meg, hogy nincs szükség törvényi szabályozásra, a bankok majd szabályozzák magukat, így a hitelezés, a devizahitelezés zavartalanul folytatódott. 10.000 milliárd forint kölcsönt vett fel a lakosság pár év alatt. A szigorító törvények csak 2010-2011-ben születtek meg. Referenciakamatozás, egyoldalú költségemelés tilalma, kezelési költség tilalma, beetető akciós kamatok tilalma. Az MNB már a 2005-ös éves jelentésében arról számolt be, hogy a környező országok milyen lépéseket tesznek a devizahitelezés visszaszorítása érdekében. Ezekben az országokban látták a fenyegető veszélyeket, felismerték és léptek. Nálunk is felismerték, de évekig semmi sem történt. A devizahitel csak 2010-ben lett betiltva, pontosabban elérhetetlenné téve. 2011-ben a parlament törvényt alkotott, hogy a jelzáloggal terhelt hitelesek kedvezményes árfolyamú végtörlesztéssel menekülhessenek ettől a mérgező pénzügyi terméktől. A bankok súlyosan megszegve a versenytörvény több előírását, egymással egyeztetve akadályozták a devizahitel kiváltó forintkölcsönök felvételét. A gazdasági versenyhivatal több évig tartó alapos vizsgálattal tárta fel a visszaéléseket, sajnos csak a lehetséges bírság töredékét szabta ki, pedig a legtöbb bankot már korábban is elmarasztalta. Mi devizahitelesek évekig tapasztaltuk az állami hivatalok, hatóságok érdektelenségét, gyakran címésbusát, nem is beszélve a sajtók egyetlen gúnyolódásairól. Most tapasztaljuk a bíróságok tehetetlenségét. A bíróság az egyik legfőbb hatalmi ág, mit tesz? Tologatja az aktákat évekig, nem tudják értelmezni a törvényeket, nagyon gyakran még az is évekig tart, hogy eldöntsék, milyen szintű bíróságnak kell eljárnia. Összefoglalva az eddigieket. A GDP növekedés a lakosság nagyon kis részének hozott anyagi gyarapodást és könnyebb életet. A lakosság több mint fele mindenféle megtakarítás és anyagi biztonság nélkül él.
A lakosság eladósodott, százezrek otthona árverezésre vár. Az állam eladósodott, az adósság folyamatosan nő. A korábbi közösségi állami vállalat, állami gazdaság, szövetkezeti, mezőgazdasági, ipari vállalatokat, bányákat privatizálták. Az állam átadta a pénzteremtés jogát magáncégeknek. Hová tűnt az, amit 1945 és 1990 között létrehozott a magyar társadalom? A szüleink és a nagyszüleink munkája eredménye, az kié lett? Nem tudunk megfelelő béreket adni a tanároknak, rendőröknek, orvosoknak, ápolóknak, dadusoknak, tűzoltóknak. Hála pénzzel alázzuk meg magunkat és orvosainkat. Megismerkedtünk a kórházi várólista, az egyetemi tandíj fogalmával. A buszok, a metrószerelvények nem kerülnek időben lecserélésre. Az utakat, a síneket nem újították fel régóta. Élünk egy hibás, torz, elavult rendszerben. Ezt a hibásan felépített rendszert évtizedeken keresztül kijátszottuk, most meg mindannyian látjuk a kárát. Mindannyian, kivéve azokat, akik haszonélvezői ennek a torz rendszernek. Ideje végig gondolni a helyzetünket és lehetőségeinket. Csak jelzésként további problémákról. A GDP növelésének kényszere miatt a környezet terhelése, a környezet szennyezése egyre nő. Eldobható, nem javítható termékek sorát gyártjuk. Az egész világon keresik a megoldásokat. Az egyre fogyó emberi munkát szét kell osztani, hogy mindenki számára elérhető legyen. Mindenki számára alapjogként biztosítani kell olyan jövedelmet, melyből egy bizonyos szinten meg tud élni. Emellett biztosítani kell, hogy mindenki hozzáférjen valamilyen értelmes munkához. A munkáért kapott fizetést teszi lehetővé, hogy magasabb szintű életet lehessen élni. A munkabért terhelő adókat, járulékokat töredékére kell csökkenteni, vagy teljesen meg kell szüntetni. A késztermékeket kell ezzel szemben adóztatni, ezáltal a gépek által végzett munka is adózik, bevételt jelent a közösségnek. A munkajövedelmek mellett a tőkejövedelmeknek is hozzá kell járulni a közösség bevételeihez. Jelenleg a tőkejövedelmek alig adóznak, míg a munkajövedelmek agyon vannak terhelve. Az alapjövedelem bevezetésével az eddig felsorolt problémák nagy része megszűnik. Az alapjövedelem egy 21. századi megoldás a 20. századból örökölt problémákra. Több száz éve foglalkoztatja tudósok, államférfiak fantáziáját. Azonban technikailag csak most értünk arra a szintre, hogy reálisan gondolhassunk a bevezetésére. Mivel jár az alapjövedelem bevezetése? Megszűnik a szegénység, nélkülözés, hajléktalanság, fekete munka. Nincs félelem a munkanélküliségtől, az időskori elszegényedéstől, nem kergetjük a munkahely teremtés kényszerű illúzióját. Feleslegessé válnak a szociális ellátási intézményei, a gyes, a munkanélküli segély. Csökken az állami bürokrácia. Ha helyben történik az adók beszedése, és helyben történik az adók nagy részének felhasználása, ha helyben döntenek a szükséges kérdésekről, akkor kiteljesedik a mára kiüresedett demokrácia. A felsorolt problémák nem csak hazánkra jellemzőek. Az Európai Unióban évről évre növekszik a szegények száma. Láttuk, jelenleg 43 millió felett vannak. Az ismert, hogy Görögország nagyon eladósodott. Ciprusról is gyakran szó esik. Valójában nyakig eladósodtak a legfejlettebb európai államok is. Németország, Olaszország, valamint USA, Japán, Kína. Pár évtized alatt abba a helyzetbe kerültünk, hogy földünk összes országa borzalmasan el van adósodva. Nem egyik ország ad pénzt a másik országnak. Nem országok tartoznak országoknak. Nem Görögország Németországnak, vagy USA Kínának, nem. Magánszemélyek és magánszemélyek vagyonát kezelő befektetési társaságok hitelezik az államokat, a lakosság, a vállalatokat, még az önkormányzatokat is. A befektetések hozama, kamata újra befektetésre kerül.
Újra befektetésre kerül. Újra befektetésre kerül. Vég nélkül. Vég nélkül. Az államok összes adóssága a film készítésekor több mint 52 ezer milliárd dollár. A számláló pörög, 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 pörög. Nő a világ adóssága. És nő hazánk adóssága is megállíthatatlanul. Az egy éve készült filmünkben részletesen ismertettünk olyan információkat, amelyekre most csak utaltunk. Abban a filmben olyan információk, adatok és bemutatásra kerültek, melyekről most nem esett szó. Néhány terület részleteit az Ekomozgalom és a Hiteles Mozgalom honlapján találjátok. Írjatok, kérdezzetek, javasoljatok. Kezdjünk el együtt működve gondolkozni, majd cselekedni. Lakóhelyeken beszélgessetek a megismert adatokról. Gondoljátok végig, mivel jár, ha minden marad a régiben. Milyen soká kell elmenni azon az úton, amin most járunk, hogy lássuk, hová vezet. Milyen lehetőségeink vannak még? Ha már vagytok néhányan, akkor keressétek fel más hasonló csoportokkal is a kapcsolatot. Mi most átadtuk az ismereteinket, tapasztalatainkat, kövessétek példánkat, adjátok ti is tovább.